Isten dicsőségére a 187. énekünk első versét. Szép ündöklő, majd nagy csillag. Oh,
ami segedelmünk és adventi várakozásunk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Gyertek, tegyünk vallást, ami hitünkről mondjuk el az egyetemes keresztény anyaszentegyház hit vallásán. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghal és eltemettették. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadta, felméne mennyekbe, ül az Atya Isten jobbján, onnan nézzen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten szent ígéjét, amit az írva található a Lukács írása szerint való szent evangélium első részének 38-56-ig terjedő verseiben. Lukács evangéliuma első részének 38-56-ig terjedő verseit figyelemmel és ülve hallgassátok meg. Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába, és beméne Zakariásnak házába, és köszönti Erzsébetet. És ő, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében, és betelik Erzsébet Szentlélekkel. És felszólal kiált a mondván, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. És honnét van ez nékem, hogy az én uramnak anyja jön én hozzám? Mert íme mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezdve repesni az én méhemben. És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvend az én lelkem az én megtartó Istenemben. Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára, mert imé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Mert nagy dolgokat cselekedik velem a hatalmas, és szent az ő neve, és az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon, azokon, akik őt féli. Hatalmas dolgot cselekedik karjának ereje által, elszéleszti az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Hatalmasakat döntelett trónjaikról is, alázatosakat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal és gazdagokat küldött el üresen. Felvenné Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról, amíg éppen szólott volt a mi atyának, Ábrahám iránt és az ő maga iránt, mind örökké. Marada pedig Mária Erzsébettel, mint egy 3 hónapig, azután hazatére. A kegyelem Istenet egy áldottá az ő igéjét, hogy beszéde lakozzék bennünk gazdagon és mi sok is áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk! Istenünk, mennyi édesatyánk, hálával, magasztalással állunk meg szent színed előtt, hogy itt vagyunk advent 4. vasárnapján, itt lehetünk a te szent házadba. Halljuk Máriának, Erzsébetnek örvendezését, boldogságát, még a magzat is repes Erzsébetnek
mély hívbe. És elgondoljuk, ugyanez a boldogság, ugyanez az öröm kell jelen legyen most a világban, mindenhol, ahol keresztények vannak. Hiszen várakozásunk a végéhez közeledik. Akár ha csak ezt a néhány napot tekintjük, ami még hátra van a szent ünnepi, akár ha az időknek teljességét nézzük, hiszen úgy érezzük és azt gondoljuk, hamarosan el kell jönnie teljes dicsőségében a mennyek királyának. De vajon tudunk úgy örvendezni, ahogy Mária és Erzsébet? Vajon valóban a boldogság tölt el bennünket? Vajon nem furakodik be a türelmetlenség, az elégedetlenség, és még annyi minden más ezekben a napokban közénk? Mert bizony hajlamosak vagyunk a földi dolgokat előre helyezni. Hajlamosak vagyunk inkább kifelé mutatni az ünnepet, vagy az ünnepi hangulatot, mint azzal törődni, hogy ott bent a lelkünkben legyen rend, béke és szeretet. De itt előtted, Urunk, félre kell tegyük a türelmetlenséget, vagy bármi más, ami elválasztott te tőled. Mert itt a falak között a lelkünk elcsendesedik, egy kicsi talán meg is pihen, egy kicsit összeszedi magát, talán oda is figyel rá, hogy mi az, amit te vársz, mi az, amit te készítettél számunkra, hogy az ünnep az valóban ünnep legyen, hogy kiteljesedjen a béke és a szeretet bennünk. Engedd hát, hogy szemünk, fülünk, szívünk, lelkünk, elménk mind-mind nyitva legyen előtted. A te szent lelked töltsön el minket, a te dicsőségedbe és a magunk épülésére. Amen. És levelei a pogányok gyógyítására való.
és semmi elátkozott nem lesz többé. És az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és ő szolgái szolgálnak néki. És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. És ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövéteknekre és napvilágra, mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. És országolnak örökkön örökké. Ez Isten igéje. Megpróbáltátok-e, miközben hallgattátok ezt az ígét, magatok elé képzelni azt a képet, amit János apostol próbál nekünk megrajzolni, felvázolni a mennyeknek országáról. Egy kristálytiszta folyóvíz, a Isten királyi széke alól ered. Két élet a folyóvíz két oldalán, jobbról is, balról is, és annak a gyümölcse a pogányokat gyógyítja. És nincsen éjszaka ott a mennyeknek országában, mert az Úristen világossága, fénye tölti be a mindenséget. Ha visszagondolunk a teremtésre, talán megmaradt bennetek, és lehet el is gondolkoztatok rajta, hogy hogy lehet az, hogy az Úristen kezdetben legelőször azt mondta, legyen világosság. És majd utána teremtette meg a napot, a holdat és a csillagokat. Ha megkérdezünk bárki tudós ember, hogy mit szól ehhez, azt mondja, nyilván ez valamilyen fantázia, vagy a korabeli, Jézus korabeli, vagy még korábbi emberek gondolkodása, akik a Szentírás leírták, vagy összeállították, mert hát olyan nincs, hogy nap nélkül világosság legyen, hát a vak is látja, hogyha kinéz, hogy a nap világít nekünk. Nekünk a Szentírás azt mondja, hogy világosság már akkor volt, mielőtt világító égítés lett volna. És nézzétek meg, milyen különös, ugye a mennyi jelenésekről írott könyv az utolsó a Bibliában, a 22. rész, a legutolsó fejezet, tehát a Biblia utolsó lapján vagyunk. Azt mondja, az első lap is, mert a teremtés kezdete itt van az első napon, meg az utolsó lap is, hogy a világosság az nem a naptól van, hanem Istentől való a világosság. És itt meg kell állnunk, és nem is mehetünk tovább egy tapottat sem, mert azt a kérdést kell föltennünk magunknak, hogy milyen az a világ, amiben mi élünk, vagy pontosabban milyen világot látunk mi magunk. Milyennek látjuk azt a világot, amiben élünk? Mit látunk meg ebben a világban, amiben mi élünk? Nagy segítséget ad az a történet rész, amit felolvastam Lukács evangéliumából, Máriának és Erzsébetnek a találkozása. Tudjuk, hogy Mária és Erzsébet rokonok, Lukács leírja azt, hogy várandósága áldott állapota idején Mária, mint fiatalabb, jóval fiatalabb, hiszen Erzsébetről tudjuk, hogy idős asszony volt, amikor megszülte az ő gyermekét, Mária meg ugye még nagyon is fiatal, tehát a fiatal megy az időshöz, mert ez a rendje a dolgoknak, hogy a fiatal tartozik tiszteletadással az idős felé, akkor is, hogyha ő hordozza méhében a világ megváltóját. Tehát elmegy Mária Erzsébethez,
nem az időjárásról beszélnek, nem a szomszédokról beszélnek, nem a piaci árakról beszélnek, hadd ne soroljak, mi mindenről nem beszélnek, a maguk öröméről, boldogságáról beszélnek, és a maguk öröme és boldogsága kapcsán Isten dicsérik és magasztalják. Erről szól Máriának és Erzsébetnek a találkozása. Nem állítom azt, hogy a teljes 3 hónapban, amíg Mária és Erzsébet együtt volt, semmi másról ők nem beszéltek, csak a maguk öröméről és csak és kizárólag Isten dicsére hangzott el, de az biztos, hogy ez volt a legfontosabb az ő találkozásunkban. És akkor kérdezlek benneteket, hogy advent 4. vasárnapján készülve az ünnepre, mit gondoltok a legfontosabbnak? Mit kell nekünk elkészítenünk, hogyan kell nekünk felkészülnünk az ünnepre? És lehet itt sorolni, hogy mi mindent kell beszerezni, ahhoz, hogy az ünnep teljes legyen. Mi mindennel kell akár a háziasszonyoknak, akár a férfiaknak elkészülni. Én is elsorolhatom, hogy ahhoz, hogy itt a templomban szenteste, illetve az ünnep alkalmával méltó körülmények között és szívet melengetően lehessen ünnepelni, mennyi mindennek kell még történnie az elkövetkező 4 napban, csak hogy igazából nem ez a fontos. Nem az a lényeg, hogy mi itt az emberi világban és külsőségekben mit akarunk, vagy mit tudunk végezni. Igazából az a fontos, hogy mit látunk meg abból, amit az Úristen készített számunkra. Gondoljatok bele, hogy János apostol idős korában, közvetlenül a halála előtt számüzetésben volt egy Pátmosz nevű szigeten, és ott látta a mennyei jelenéseket, és ott írta le ezeket. Olvashatok itt valahol arról János leveleiben, a Szentírásban másról, hogy János azt írja, hogy milyen szép hegyek vannak, vagy síkságok vannak, vagy tengerőkök vannak Pátmosz szigetén. Olvashatok arról, hogy milyen keserves neki a számüzetés távol lenni a hazájától. Hányszor sóhajtozik naponta az övé után, nem utasunk erről. Miért? Mert nem ezt látja János. Nem ez van a szívében. Ő a mennyei jelenéseket látja, és velünk a mennyei jelenéseket közli. És erre talán azt is mondhatjuk, hogy hát persze Jánosnak könnyű, vagy János kitüntetett személy, mert neki az Úristen megmutatta a mennyeknek országát, bepillantást nyerhetett oda, ahova halandó ember igazából soha nem nyerhet, csak amikor már keresztül ment a halál. Tehát János az a kiválasztott, aki láthatta a mennyeknek országát, és más oda vele nem tekinthet. Rendben. Akkor egy kicsit most lépjünk előre a karácsonyba. Van 2 embercsoport, aki találkozik az Úr Jézus Krisztussal születésekor. A pásztorok, akik ott vannak Betlehem környékén, és a napkeleti bölcsek, akik messze földről indulnak el. A pásztorok látják megnyílni az eget, és látnak angyalokat, a napkeleti bölcsek pedig messze földön meglátják a csillagot, és azt követve érkeznek meg a betlehemi jászóhoz. A kérdés az, azon a 3 napkeleti bölcsön kívül nem voltak bölcsek a világon.
néhány pásztoron kívül, aki ott volt Betlehem mellett, nem voltak más pásztorok éjszaka, mint a mezők. Hát hogy ne lettek volna? És még a pásztorok dolgát meg lehet valahogy magyarázni, hogy úgy nyílt meg az ég, hogy csak ők láthatták, vagy igazából nem is nyílt meg az ég, csak a lelkükben látták, de már a betlehemi csillagot nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért éppen azok a napkeleti bölcsek indultak el, hiszen most igazán szerencsés időt élünk, ha igaz, amennyire az interneten hinni lehet, mert én magam is csak onnan értesülök, 800 esztendő után hasonlót lehet majd látni, így mondják, mint amit láttak egykor a keleti bölcsek. Az a csillagállás lesz, ami lehet, hogy akkor volt, lehet, hogy egészen más, de valami fényes csillag lesz az égen, holnap lesz teljében, talán megengedi az Úristen, hogy felnőtt helyett a csillagos égben gyűjtődjünk holnap este és éjszaka. Tehát az tényleg az egész világ láthatta és látnia kellett, ahogy holnap este is fényes csillagot láthat mindenki, akinek felhő nem takarja el a szemét. A kérdés az, hogy milyen felhő takar el előbb dolgokat. Mert lehet felhő ott fent az égen, és akkor tudomásul veszünk, hogy felhő is az idő, nem látjuk a csillagokat, de felhő a szokott a saját szemünkön is lenni. Vagy ahogy Pál apostol mondja, ami itt a földön vagyunk, tükör által homályosan látunk. És pontosan tudjátok, hogy milyen az, amikor például akinek valamiért nem tökéletesen működik a szeme, kétségbe esetten keresi a szemüvegét, és közben ott van rajta, keresik a kulcsunkat, és a bal kezünkben van, és mondjuk róla, meg elemi dolgokat nem vesszük észre, vagy nem látjuk meg, van, amikor jót kacagunk rajta, van, amikor bosszankodunk, de a kérdés az, hogy milyen világban élünk, és milyen világot látunk mi magunk körül. Mi az, amit meglátunk ebből a világból? A napkeleti bölcsek a csillagokat látták meg, a pásztorok az angyalokat látták meg. Mária és Erzsébet Isten nagyságát, dicsőségét látta meg. János apostol egy kristálytiszta folyóvizet látott. És ez mind-mind ezeket az embereket arra ösztönözte, hogy Istennek hálát adjanak, és Isten nevét dicsőítsék. Mit látunk mi most a világban? Láthatunk szürkeséget, mert a velem korúak, az idősebbek biztos, hogy az elmúlt napokban elsóhajtották, hogy hát ez a karácsony külsőségében sem úgy ígérkezik, mint amit mi szeretünk, amire szívesen emlékezünk, hogy hófehér, hót akarja be a tájat. És lehet egy kicsit elszomorkodni ezen, vagy lehet egészen elszomorodni, hogy milyen szürke most az adventünk, és milyen szürke a várakozásunk, és milyen szürke lesz a karácsony, hát akkor lehet, hogy a hangulatunk is szürke lesz, és kedvetlenek leszünk. Ha még súlyosítani akarjuk a helyzetet, akkor lehet arra gondolni, hogy ilyen karácsony aztán igazán ember emlékezett óta nem volt, mert fenyegetettségben vagyunk, és itt akkor megint álljunk meg egy pillanatra, mert János apostol ugye olyan dologról beszél nekünk, amit mi nem láthatunk, a mennyeknek országáról, a mennyeknek országában valami csodálatos dolgokról, és most meg azért van vélelem a világban, mert olyan dologról beszélnek nekünk, amit nem láthatunk, mert a vírust az közülünk még biztos, hogy senki nem látta. Csak ez a vírus, ez nem valami biztató, hanem valami félelmet keltő nagyon sok ember számára. Tessék eldönteni, mert tényleg ennyiről van szó,
el kell döntenünk az elkövetkező néhány napra, hogy melyiket akarjuk inkább látni. Melyik kép fontosabb nekünk. Az az öröm, amit Isten készített számunkra, vagy az a félelem, ami most a világban van. Igazából mind a kettő láthatatlan a maga módján, de mind a kettő nagyon is látható. Hogyha az ember látni akarja, az a kérdés, hogy mit akarunk látni. És azt pedig az dönti el, hogy ott bent a lelkünkben mi uralkodik. Merre irányul a figyelme. Ha kiküldenélek most benneteket a templomból, nem tudnak kiküldeni, de ha kiküldenélek benneteket a templomból ide a templom ajtó elé, egy percre, és egy perc után visszajönne, vagy legyen csak néhány másodperc, sorra megkérdeznélek benneteket, hogy mit láttatok ki. Ahányan vagyunk, annyiféle választ adnátok, hogy mit láttatok. Több szem többet lát, ugye van egy ilyen mondásunk, és éppen arról szól, hogy mindannyiunknak más a szemlélet módja, mindannyiunknak más a gondolkodás módja, ahány vagyunk, annyiféleképpen látjuk ezt a világot. Ha leültetünk egymás mellé 10 festőművészt, hogy fessen meg egy tárgyat, a 10 festmény hasonlítani fog egymásra, de mégis teljesen különbözőek lesznek. Ha 10 fényképészt teszünk oda, hogy fényképezzenek le valamit, még az a 10 fénykép is különbözni fog egymástól. Mert az a világ, amiben élünk, nem egy mindenki számára egyféleképpen és nyilvánvalóan látható valóság, hanem az, amit mi abból a magunk elméje, a magunk szíve, a magunk lelke, a magunk gondolkodása, a magunk érzékei és érzelmei szerint fölfogunk, amit abból mi meg tudunk látni. Ezért nagyon fontos, hogyan készítjük a lelkünket az ünnep várására. Mert ami a lelkünkben az uralkodó, amire a lelkünket felkészítettük, aszerint fogjuk látni az ünnepet. János apostol elragadtatásban csodát lát. Ezt a csodát írja le nekünk a mennyei jelenésben. Kristálytiszta víz, életnek fája, világosság, amiben semmi sötétség bele nem tolakodhat. Karácsony ünnepén ennek a világosságnak a földre jöttét ünnepeljük, hiszen a világ világossága érkezik meg a világba. Ez a világosság kíván fényleni nekünk. Ez a világosság kívánja betölteni az életünket. Ha bármi sötétség, vagy ha bármi akadály, ami eltakarhatja ezt a világosságot előtt, van még benne. Ha rossz érzések, ha félelme, ha valaki rád harag, ha valamiért türelmetlenség, tehát bármi, ami nem odaillő, ha egy pillanatra is elcsípjük, hogy ott van a lelkünkben, álljunk meg Isten előtt és kérjük, hogy vegye el. Csak egy sóhajtással, csak egy könyörgéssel, csak egy szempillantásig. Mert megcselekszik. Mert higgyétek el, hogy semmi fontosabb nincs a világon, mint hogy az Úr Jézus Krisztus fogadni tudjuk. Semmi másra nagyobb szüksége
nincs a világnak, nincs ennek a közösségnek, nincs a családjainknak, a szeretteinknek, mint hogy mi bennünk az Úr Jézus Krisztus legyen jelen ezen az ünnepen. Ha ő ott lesz bennünk, mindenünk meg lesz ezen a karácsonyon. Ha ő ott lesz bennünk, semmiféle félelem, semmiféle sötétség, semmiféle rossz szándék nem állhat nekünk. Készüljetek és készítsétek a tieiteket, amit csak lehet fele barátaitokat az Úr Jézus Krisztus érkezésére, hogy a mi közelgő ünnepünk szent, tiszta és valóban örömteli legyen. Amen. Mennyei szent felség, ki földi testi szemeink számára láthatatlan volt. Megromlott bűnös életünk számára fölfoghatatlan tisztaságban uralkodsz a teremtett világ mindenség felett. Úgy állunk előtted, mint akik tudjuk, szemünk, fülünk, mindenféle érzékszervünk, legnagyobb igyekezetünk ellenére is csak töredékét tudja felfogni annak, ami körülöttünk történik a világban. Alig hallunk meg dolgokat, alig látunk meg dolgokat. Alig tudjuk feldolgozni, amit látunk és hallunk, és ha feldolgoztuk, akkor legtöbbször rögtön el is felejtjük. Alig-alig van, amit megőrzünk, amit tovább viszünk magunkkal. És talán éppen ezért vagyunk sebezhetők, és éppen ezért tudunk újra és újra ugyanazokba a csapdákba belesétálni, ugyanazoknak a kísértéseknek fogjává válni. Talán ugyanazért van, hogy felmegy a vérnyomásunk, felmegy a cukrunk, embertársainktól, akik pedig felbarátaink kellene legyenek. Talán azért van, hogy az ünnepi nagy készülődésben egészen megfeledkezünk magunkról, Isten gyermeki voltunkról, kereszténységünkről, és megfeledkezünk a legfontosabbról, hogy a lelkünkkel készen álljunk a világ megváltójának fogadására. Köszönjük, Urunk, a figyelmeztetést, az emlékeztető. Köszönjük, hogy itt voltál velünk ebben a néhány percben. Köszönjük, hogy most valóban elcsendesedhettünk, de hadd kérjük, Urunk, hogy legyenek ilyen csendes percek az elkövetkező napokban is. Legyen ilyen veled való neki együtt idég, amíg hátralévő adventi időben. Engedd, hogy veled maradjunk. Engedd meg, hogy ami elválasztanak tőled, azt átrakadjuk. Engedd, hogy észrevegyük mindazt, ami közidén állhatna, ami eltakarná előünk a világ világosságát. Engedd, hogy teljes felelősséggel vállaljuk fel az útkészítést. Akarjunk és tudjunk hittel és alázattal a te szolgálatodban járni mindenben, ami még előttünk van a szent ünnepi. Engedd, Urunk, hogy ha valahol szükségben lévő, éhezőt, szomjazót, rászorulót
ha valahol sírult, gyászolult, szomorkodott, ha valahol betegségben, szenvedésben végül találunk, akkor váljunk igazi követeinté angyalokká, és kinek mire szüksége van, megadhassuk, hogy ne legyen velünk körülöttünk élő, akihez nem érkezhet meg a megváltó, mert akadályok vannak az útban. De legyen teljessé az ünnep, a te lelkednek ereje által. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, hadd dicsérjünk és magasztaljunk téged, most és mindörökké. Amen. Mi, Atyád, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, Szentléleknek megáldó és megszentedő ereje, legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Kedves testvéreim, emlékezzünk kegyelettel. Néha jözve egy Lévai Sándor még született a Emma testvérünkre, aki 74 évet élt, és aki hétfőn kísértünk utolsó földi útján. Szeretteim, vigasztalja Isten igéje Ézsaiás próféta könyvéből. Kinyújtotta szent karját az Úr, minden nép szeme láttára, meglátják mindenütt a földön Isten szabadítását. Hirdetem, hogy december 24-én délután 3 órakor emlékharang szól, Néhai Tompa Gyuláné született Erdély Erzsébet halálának 20. évfordulóján fia kegyeletes megemlékezéséről. Hirdetem, hogy holnap délután 4 órára várom a kisebbeket, egészen 6. osztályosi vagy gyermekeket próbára ide a templomba, délután 5 órára az igéseket, az ifi várom próbára. Hirdetem, hogy karácsony este 6 órakor kezdődik majd az ünnepi Isten tisztelet. Reméljük, hogy a megszokott módon fog majd történni. Első és másodnap szokott vasárnapi rend szerint